Szeretettel köszöntök mindenkit a Táguló Horizontok 6. Craft konferenciáján. Kampics László vagyok, kőszegi borász családból származó, és teljesen lokálpatriótaként működő közösségi ember. Táguló Horizontok, mit is jelentett ez, hiszen lehet, hogy előtte nem is annyira tudtuk, hogy mit fog ez jelenteni. Erről szeretnék egy kisebb előadást, egy bemutatkozást mondani, hogy hogyan csatlakozhat bele a kőszegi bor egy Táguló Horizontokba, vagy egyáltalán a virtuális térben jelenleg hogyan jelenhet meg a bor, vagy akár ebbe a pandémiás helyzetbe, hogyan is lehetett bort kóstolni online, vagy hogyan tudtuk elképzelni a jövőnket, amikor ilyen helyzetek is előálltak. Az előadásomnak a fő célja a kőszegi bornak, mint márkának, mint közösségi eleme, és illetve közösségi értéknek a bemutatása. Kőszegről tudni kell, hogy Kőszegen hagyománya van a szőlőnek és a borkultúrának, szerves része a városi körforgásnak, ám olyan zömmel nagyon nagy területek nincsenek, így egy mintaprojektként tudjuk ezeket bemutatni, és gyakorlatilag kísérlet jelleggel csináljuk, próbálkozunk és előre mutatunk a jövőbe, hogy hogyan lehetne modellezni egy kis településnek, hiszen Kőszegen hozzávetőlegesen 12 ezer lakosú település, mintegy kb. 100-110 hektár szőlőterülettel rendelkező kb. 10 családot, gazdaságot jelent ez a közösség, amit ez összefog. Tehát nem egy olyan közösségről beszélünk, ami nagyon széles, Táguló Horizontokkal, hanem inkább egy olyan modell elkészítésén dolgozunk már évek óta, aminek egy példaértékű modellezési lehetőséget adunk, akár más településeknek, akár a magunk szórakoztatására, illetve a magunk termékének a minél magasabb szintű polcra emelésére. Tehát végül is rátérnénk az előadásom lényegére, és egy-két szlájddal szeretném is megmutatni, hogy mégis mire gondoltunk. Nagyon fontos volt, hogy a kezdeményezés egy jó 8-10 éve, tehát 2010 körül kezdődött el, amikor is végül is elkezdtük felismerni azt, hogy a virtuális térben hogyan jelenhet meg a bor, hogyan jelenhet meg egy márka. Nagyon fontos volt, hiszen településnévről beszélünk egy kőszegi révén, kőszegi név használatával, hogy most termékről vagy márkáról beszélünk. Kőszegi bor gyakorlatilag önmagát hozta létre a márka, hiszen ha valaki Kőszegre jött, kőszegi bort szeretett volna inni és fogyasztani, esetleg egy étel mellé párosítani, akkor önkéntelenül kőszegi borként nevezte el. Tehát gyakorlatilag önmagát teremtette meg a márka, amihez természetesen kellett egy termék. És már összekapcsolódtak a dolgok, márka, termék gyakorlatilag. A termelő vagy a vásárló. Nagyon fontos volt azt is megállapítanunk, hogy a termelőnek nem mindig akad arra ügyes-bajos dolga, hogy nagyon sokszor a teljes folyamatot átlássa. Nagyon fontos, hogy egy szőlész-borász élete, főleg úgy, hogy Kőszegen nem kimondottan főállású borászatokról beszélünk, nagyon nehéz és sok energia az egész folyamatot átlátni. Meg kellett keresni azokat a lehetőségeket és kiaknázni, amik a termelőkre, az értékesítésre, a vásárlókra kapcsolódik és vonatkozik. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem tudják a termelők megállapítani és megteremteni azokat a biztos pilléreket, amin a piaci kereskedő bevonása nélkül létre lehetne hozni. Viszont egy termelői szinten való gondolkodás nem engedheti meg magának azt a luxust, idézőjelben a luxus természetesen, hogy egy közvetlen kapcsolat kerüljön bele az ő értékesítési hálózatába. Ezt próbáltuk gyakorlatilag a kőszegi borral és ezzel a márkával létrehozni, hogy egy olyan rövidláncú termékpalettát, márkát, terméket, brendet alakítsunk ki, amivel gyakorlatilag még közelebb tudjuk hozni a kereskedőket, nem kizárva a köztes kereskedőket, de bizonyos termelői szinten a feljebb való emelést szerettük volna ezzel létrehozni. Nagyon nehéz gondolat volt és feladat,
hogy milyen célokat fogunk megfogalmazni, hiszen gyakorlatilag ez hobbiként, kedvtelésből, fiatal koromnak köszönhetően ambiciózusan álltam a feladat elé, és gyakorlatilag én magam sem tudtam, hogy ez mit fog hozni a jövőben. Így nehéz volt megfogalmazni azt a célt, hogy pontosan mit szeretnénk létrehozni, de tudtuk azt, hogy mi az irány, és hogy az pontosan mit fog hozni, azt pedig később építésről építésre képzeltük el. A kőszegi bor, mint márka, a mai napig nincsen készen, és nem is lesz. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint egy bor, hiszen megszületik ősszel, és majd egy-két év múlva lesz belőle olyan termék, amikor majd azt meg lehet kóstolni, be lehet terjeszteni a vásárlók körébe, és akkor fogja visszacsatolni a hasznát. Gyakorlatilag célként azt határoztuk meg, hogy egy megbízható információáramlást szerettünk volna elérni, hiszen láttuk, hogy a rohanó világban rendkívül nehéz volt azt létrehozni, hogy félreértések elkerülése nélkül az információ jól áramoljon. Gyakorlatilag ez fejlesztette föl az egész elvünket. Utána pedig jött, hogy a virtuális térben hogyan tudnánk megismertetni egymásnak a termékeit a vásárlókkal. És nem utolsó pontként, Kőszeg rendkívül gazdag, mind kulturális életben, mind műemlékekben. És a kulturális élethez pedig nagyon szorosan hozzátartozik a szőlőkultúra. Számtalan olyan esemény, program és hagyomány van, ami Kőszeg igen, az országban egyedülálló. Erre majd még egy picit ki szeretnék térni. Ugyanis jött akkor a márkának az építése, milyen lépéseket tettünk ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Amiről beszéltem már, az ötlet megszületett, illetve adta magát gyakorlatilag. Logó megtervezése, ez egy fontos feladat volt gyakorlatilag. Illetve utána a technika adta lehetőségek, a közösségi oldalakon való regisztráció, jelenlét. Ekkor még nem gondoltuk úgy, hogy ez egy ekkora társaságot fog magával vonzani, de hála Isten, az eredményekkel elégedettek vagyunk. Nem mellékesen, sajnos nagyon sok mindennel kellett foglalkozni, többek között tartalomgyártással is, amikor is cikkeket, híreket, információkat kellett megosztanunk az interneten és a hálózaton. Mivel egyre több tartalom került, egyre több borhoz köthető program, így egy honlapot is meg kellett alkotnunk, ami a mai napig elérhető, és szeretnénk fejleszteni. Nem mellékesen, amit korábban mondtam, a tagok felé körülbelül ezt a 10-12-15 kőszeghegyaljai gazdát, akik gyakorlatilag borral foglalkoznak, az ő általuk befogadott kommunikációt is szerettük volna egyértelműsíteni és befogadóvá tenni. Az információ ebben a táguló horizontokban, amikor is rendkívül sok inger és információ ér, rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelő forrásból, megfelelő egyszerűséggel, de biztonsággal kapjanak az emberek információt egyes programokról, egyes lehetőségekről, vagy éppen termékekről. Létrehoztuk, ahogy a szlájdban látható, egy Facebook oldalt, ami rendkívül fontos, hogy nem egy alvó oldal, egy teljesen aktív, szinte napi rendszerességgel frissülő oldal hírekkel és egyéb tartalmakkal. Továbbá a kép jobb oldalán látható honlapot, ami szintén kategóriákra bontva szerkezetében és tartalom tekintetében átlátható és egy kategorizált honlap, amivel szintén szeretnénk a termelői oldalról igény szerint a vásárlókat is bevonzani. Nem múlik el úgy egy kirándulás, egy nyaralás, egy információszerzés a mai világban, hogy ne keressenek rá az interneten bármilyen
egyértelmű vagy releváns dologra. Ezt a lehetőséget szeretnénk kihasználni, és használjuk is ki, hiszen a számokból látjuk, hogy egész jó mutatókkal dolgozunk, úgy, hogy megtalálják a kőszegi borászokat. Nem egy termelőt, ez is hangsúlyos, nem egy termelőre irányul rá az oldalnak a tematikája, hanem a közösség összefogásával az összes tagnak szeretnénk ugyanazokat a szolgáltatásokat megmutatni, megvalósítani. Mi a kőszegi bornak, mint márkának, vagy társasági formának a feladata? Gyakorlatilag az, hogy létrehozunk a virtuális térben valamit, és nincs mögötte tartalom, az önmagában kevés. Ugyanúgy, ahogy a bor is önmagában kevés, rendkívül sok minden plusz dolgot, szolgáltatást kell hozzácsatolni ahhoz, hogy emészthető, élményszerű legyen egy-egy bor kóstolás, egy-egy bor imádás akár. A bevezetőmben utaltam arra, hogyan lehetett volna bort kóstolni online. Elképzelhetetlen volt számomra, és mit hoz a széles látókör? A magyar borászat, magyar borászok országosan összefogva online konferenciákat szerveztek, és ebből kiindulóan itt a pandémiás helyzetben, és gyakorlatilag kitaláltak egy olyan modellt is, tőlünk függetlenül, ebben sajnos mi még csak hullogtunk utánunk, egy olyan lehetőséget, hogy borkóstoló csomagokat megrendelnek az interneten, gyakorlatilag egy vezetett, kommentelt videokonferencián pedig ezt a saját otthonukban megkóstolták és elfogyasztották, gyakorlatilag a monitor előtt ülve a nappaliukban a borásznak a tolmácsolásában. Én magam is részt vettem egy-egy ilyen borkóstoláson, és rendkívül széleskörű és egy élménydús lehetőség volt. Nincs olyan dolog, amire ne lenne alkalmas akár az internet, akár pedig olyan dolgok összessége, amivel ne lehetne összekapcsolni a virtuális térben való jelenlétet. A lényegnek tartom nagyon, hogy személyesen álljunk mögé, és úgy csináljuk, hogy szereplői vagyunk a folyamatnak. Mihelyest ki van adva ez külső, úgy gondolom, mihelyest ez ki van adva egy külsős, több ággal foglalkozó cégnek, szervezetnek, abban az esetben már nem tudják hitelesen eladni a híreket, a megfelelő programokat, vagy az éppen értesítéseket. Rendkívül gyors és fontos, hogy nagyon fontos, hogy miket tolmácsolunk, nagyon gyors az információ áramlás, és nagyon hasznos, és nagyon sok az alvó user, aki ezeket használja. Visszatérve, mi a feladata még a kőszegi borászoknak, a kőszegi bor egyesülésének a léte? Borászati előadásokat szervezünk, és tervezünk magunknak, hiszen az edukációt nagyon fontosnak tartjuk, a folyamatos fejlődés a szakma iránt. Éppen ezért konferenciákon is részt is veszünk, illetve szerves részei vagyunk az tudományos, kutatásos konferenciáknak, vagy éppen a Crafton belüli jelenlegi konferenciáknak is. Borkóstoltatás, hiszen a termékeket a legközelebbi kapcsolattal borkóstoltatás útján ismertethetjük meg a vásárlókkal. Ebben nagyot kell fejlődni, hogy élményszerű borkóstoltatásokat szeretnénk majd a jövőben létrehozni, hiszen a bor hozzásegít az élményekhez, de úgy gondolom, hogy kevés bor ad önmagában akkora értéket, hogy az megfelelően emlék maradjon. Tapasztalatcsere, hiszen azon törekszünk, hogy a piaci szereplőket nem eltávolítsuk egymástól, gondolok itt a termelőkre, és a borkészítőkre, a borászokra, hanem éppen ellenkezőleg beszélgessünk, mondhatjuk úgy is, hogy barátkozzunk, kerüljünk közelebbi kapcsolatba szakmailag. Ez rendkívül fontos, és ne irigység és ne a szélsőségek vezéreljenek. Egységes megjelenéssel egy kívülállónak sokkal-sokkal bizalomgerjesztőbb gondolatot és képet tudunk alkotni. Borversenyeket szerveznek bizonyos egyesületek, bizonyos részek, akik a borhoz kapcsolódnak, mint akár a város, vagy egyes egyesületek, kóstoltatásokat, borversenyek,
amik alapján kialakul egy olyan kultúra és egy olyan alulról jövő kezdeményezés újra, aki önfenntartóvá tud válni, és tudja ápolni, még hogyha nem is készít bort, vagy bármilyen szőlőből készült terméket, mégis tud ennek a kezdtelésnek, hóbortnak, vagy éppen szakmának, vagy elhivatottságnak örvendeni. Kőszegi Szüreti Fesztivál felvonulás, kőszegi borbarát hölgyekkel, rendkívül népszerű szeptember utolsó hétvégéjén, mint program. Kőszeg önmagában csodás, és Magyarország ékszerdobozának mondják, rendkívül élménydús akár itt tartózkodni egy sétával, vagy bármilyen programon itt részt venni. Ha éppen nem a nyüzsgőváros szeretnénk programkínálatot, akkor menjünk el a környező kőszeghegyaljai településekre, és vegyünk részt egy olyan feledhetetlen élményben, ami kevés helyen van. Minőséget, jó minőségben. A közösség gyakorlatilag egyes szereplői összefogással, borkóstoló, borbemutatókon meg tudja mutatni. Nagyon fontos a gasztronómia bekapcsolása és a rendszerbe, és több elemből összeálló képet alkotni. Kultúra, szőlőjövésnek könyve, gyakorlatilag egy egyedülálló kódex Európában, számtalan színes festménnyel, a szőlő éppen aktuális állapotáról minden év április 24-én rendkívül kuriózumnak számít. Vagy éppen egy szakmai borverseny, ahol a legjobb borok kerülnek kiválasztásra érdemmel, éremmel, és azok termelők felemelése és továbbra is a biztatása, akik mindezzel foglalkoznak. Éppen szintén egy április 24-i szőlőhajtás bemutatása, ahol mondjuk a kőszegi borbarátok, a kőszegi borbarát hölgyekkel és számtalan más civil egyesülettel is összekapcsolódva elviszik a polgármesterhez a hajtásokat, bemutatják, és gyakorlatilag egy minimálisan jósoltatnak a szőlő várható állapotáról és lehetőségeiről. Ezek a programok mind-mind azt mutatják, hogy Kőszegen borászattal foglalkozni egy olyan kulturális, kulináris és egy minimális megélhetés biztosító dolgok összessége, amit generációkon át kell nevelni és biztosítani ahhoz, hogy az ember tovább vigye és foglalkozzon vele. Gyakorlatilag majdhogy nem zárszóként, mit is jelenthet a kőszegi bor számomra? Gyakorlatilag egy márkát. Önkívületi dolog, nem lehet máshogy mondani ezt, a kőszegi bor előbb vagy utóbb márkává fog válni. Egy identitást is szeretnénk, hiszen minden bor régiónak, minden településnek lesz egy névjegye, és hogyha a kőszegi bor belekapcsolódhat, és bele tud kapcsolódni kőszegi márka identitásba, tudatba, hogy mit jelentett a kőszegi bor, vagy ha vendégségbe érkezünk, vagy megyünk, és kőszegi bort viszünk, és a gondolatunkba beletesszük ezt a terméket, akkor kialakul egy olyan kombináció, aminek mi rendkívül örülünk. A hagyományt és a kultúrát itt egy kicsit összekapcsolnám, azt őseinknek köszönhetjük, és a mi feladatunk, így fiatalként is, vagy majd egy kicsit idősebben is, az és az a célom, hogy ezt fenntartsuk, és bővítsük, illetve helytálljunk akár az ősöknek, vagy az elődeinknek a nyomának. Hiszen ha fejlődünk, akkor az mindenkit előre visz, és ez egy rendkívül jó lehetőségnek tartjuk, hiszen kerüljön minden kőszegi asztalára első körben kőszegi bor, és hogyha majd már túl nagy a készlethiány, akkor pedig kerülhet ha túl nagy a kínálat, Kőszegen, hiszen nem tudnak annyi bortral nem tudnak annyi bort meginni a kőszegi polgárok, akkor pedig akár más települések asztalra is kerüljön gyakorlatilag ebből a nedűből. Én ezzel a kicsiny összefoglalóval ám még tudtam volna folytatni bőségesen a mondókámat és az előadásomat. Én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy táguló horizonton figyelje a kőszegi bornak a híradásait, kísérje minket figyelemmel, és bízunk benne, hogy lesz még ennek folytatása, és akár egy másik konferencián,
más-más aspektusba is meg tudjuk közelíteni a kőszegi bort és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, vagy bármilyen hagyományokat. Köszönöm a figyelmet, Kampics László voltam.